Erőt, egészséget, kedves bajtársak! A Kavergémcsine, kaptúrőmester szolgálatra jelentkezik, és mint hogy láthatjátok, a Forever Sky-t fogjuk folytatni. Egy pici átalakítást végeztem ugye a hajón, mégpedig itt két oldalra kigöbbővítettem egy kicsit jobban, ugye le tudjak tenni egy ágyat, illetve átrendeztem ezeket ide, illetve egy pár dobozt is lepakoltam itt, hogy majd tudjunk esetlegesen cuccokat gyűjteni. Ugye a víztisztítás az ugye itt van, illetve fölpakoltam további motorokat, ugye egy hajtóművet, egyet pedig a magasság miatt, ugye még szerencsére ki tudunk jönni, illetve növeltem a balonon is, tehát úgymond még több szobát tudunk majd generálni a hajóhoz. Tehát rájöttem, hogy ez az eszköz arra való, hogy ha csinálunk hozzá egy ilyen lúrét, egy ilyen, hogy hívják ott, és kiállunk ide a szélére, akkor ezt le tudjuk engedni, most ugye nem tudom, mert ugye rossz helyen állunk, de le tudjuk engedni, és különböző féle bogarakat, meg egyebeket, salátát, meg ilyeneket tudunk fogni, amit utána meg tudunk főzni, és jó ízűen meg tudjuk enni azokat. Ott van egy kis réz, ezt felveszük. Úgyhogy most jelenleg itt tartok. Aha, ki is fogyott az üzemanyag a hajtóművből, ezt nem töltöttem fel. Ugye a dupla hajtómű azért egy kicsit többet teszik. Úgyhogy mindjárt szerzünk még bele üzemanyagot. És feltöltjük őket. Úgy itt felülírja, hogy mennyi üzemanyag van éppen a repülőnkbe. Oké, egyszer ide 100. Printing completed. Kívül van a range-ünkön, ugye az majd közele megy. És azt hiszem, hogy ebből csak úgy maradék maradt. Hát így is majdnem tele lett. Aha. Ja. Úgyhogy egy picit ilyen hülyén álltok meg, mint én is, akkor így elvetít hosszanyomba. Úgymond föl tudtok ugrani a hajóra. Aminek még nincs animáció, csak így fölkerültök a hajóra. Egyszer csak. Szerintem még egy kis cuccot azért össze. Korragázgatunk itt. Mert pedig rám megmutatom a kaja szedést is. Ugye az előzőkben, hogy hívják, elkerült a figyelmemet ez a... Hogy hívják, hogy ez itt van is, hogy ezzel mit is kéne csinálni. Úgyhogy emiatt haltunk meg, ugye nem volt kajánk. De ezt mondom, tehát nagyon gyorsan lehet orvosolni ezzel a kis cuccokkal, és most már van egy nagyobb is, amit össze tudunk szedni, az viszont kopper kell, de majd azt is kipróbálom, hogy ezzel esetleg mi mást fogunk. Jó, elvileg ugye majdnem fullon van a hajó. És most már igen óvatosan kell vele menni, mert ugye kinyúlunk egy kicsit jobbra és balra is. És emiatt van, hogy egy kicsit odavágom. Megpróbálom onnan kiszedegetni. Néha a játék nagyon kiabálna a multiért, tehát hogy ne egyedül szenvedjünk, úgymond itt. Oké, okay, az is meg, és azt hiszem volt még bent egy, amit most jelenleg nem látok, de ez úgy is kelleni fog. A réz. Úgy gyűjtök itt össze minél több nyersanyagot. Itt a kis valamink. Ugye ez az ilyen kis lepke, az is ugye 13 óra még mire megromlik. Ugye ez meg már a megfőzött kaja. Ugye most jelenleg vizem az nincs, úgyhogy a vízre rá kéne majd feküdni.
És elég sok mindent ugye kikutattam itt, ilyen extraktor, meg ilyenek maradtak, ugye ilyen energiakristályt kell találni, tudok ilyen javítót csinálni, meg ilyen fóteres cuccot, ugye ez van. Ugye ez a esővíz összegyűjtő, ez sem rossz amúgy, tehát ugye ezzel is elég sok ilyet össze lehetne gyűjteni. És azt mondom, hogy itt viszont már tudok vele addig forgászni. Még pár dolgot addig behúzunk. Kis fémet, mert abból kevés van. Nekem mondjam, nekem nagyon tetszik a játék, tehát elég ötletes. Aha. És akkor egy ilyen hülye hangot ad ki, nyomjátok hosszan az E-t, és akkor fölhúz majd mindjárt valamit a mélyből. Ez ugye megint egy ilyen bogár. Úgyhogy vizet kellene most szereznünk. Átfordítom a hajót, mert itt volt még cucc. Azt hiszem, amit ugye le tudunk lövöldözni. Ah, csak bent van is ott. Hát, ráláttunk pont, jó. Hát úgymond, ami olyan, azt összeszedtük. Így tudunk pihenni majd, de most menni fogunk tovább. Építenünk kell egy falat, hogy ugye adja a következő küldit. Van ilyen üveges, meg ilyen sima. Hát ugye ide építünk egy ilyen sima. És akkor most boldog a játék. Van egy ilyen radar, amit találtam, de viszont ez kell, ez a circuit board. Azt is ugye kikutattam, és ugye elvileg tudok csinálni. Elektronik, meg plastik kell hozzá, nagyon jó. Mindent le kell gyártanunk. Igen, meg elektronika. Jó, hát kell még ilyen cuccot összeszedegessünk, úgyhogy... Ajaj, az baj. Vissza kell szálljunk a izére. A villámok miatt elég jól belénk csapnak a villámok, és hogyha leszállunk ilyen helyre, akkor ezek általában megvédenek ugye a magasabban kiálló tárgyak, mint az antenna meg ezek. Ugye elég hangos a vihar is. Azzal lehet, hogy ugye húzunk lejjebb egy kicsit. Ne süketüljünk meg azért a vihartól, ha nem muszáj. Még így is elég hangos. Hát nem erre akartam menni. Ilyenkor lehetne esővizet összegyűjteni, hogyha lenne olyan cuccunk. Ugye ahhoz ezt kéne kikutatni. És akkor ez kell neki. Elég frankó lehet itt csinosítgatni amúgy. Kis gépe, de mindjárt eláll az eső, úgyhogy nem lesz szerintem szerencsénk, mert ezt elég sokára csinálja meg. Oké. Vannak ilyen vírusok, amik ugye megtámadhatnak minket, és akkor azokat meg kéne győzzük.
Esik még. Talán esik még. Na? Oké. Ez metal kell, meg plastic scrap. Mindig kevés a metál, meg a plasztik is. Printing completed. Elég kevés vasat fúj most erre a szél. Oké, és akkor erre lenne szükségünk, hát kiteszem szerintem ide majd, és reméljük, hogy el fogunk férni, ha nem, akkor meg majd itt valahol. Ilyenünk van, az energiakristály kell, ezzel megint csak a board. Hogy azzal tudjuk feltölteni a különböző eszközeinket, hogy kezd fogyni a vizem. Aha. Na hát ez így jó lesz szerintem. Ezt megesszük, akkor ezzel jók leszünk. Ugye a víz az, ami most egyenlőre kevés, de pont volt kettő még, úgyhogy ezt meg is szürcsöltük. Jó, azt ki is tesszük ide, és akkor mehetünk tovább. Ugye ott van egy ilyen piros villódzó fény. Most már nem 15, hanem 30-szal tudunk kavarni. Ez mutatja, hogy mennyi az üzemanyagunk. Hát ez itt egy elég stabil, egyenesen haladás szerintem. Lokkoljuk. Ezt addig le tudom engedni. Közben meg ilyen metált, meg ilyesmit esetleg, ha látunk út közben, azt meg össze tudjuk szedni. Csak nem nagyon látok út közben metált, az a baj. Ott is van a kis saláta. Le fogunk szállni itt.
Oké. Mi fáradtak vagyunk. Jó, majd megoldjuk, ne aggódjál. Aha. Tehát, hogy itt előbb szét kéne szedjem itt ezt az egészet. Be tudjuk egyáltalán jutni. Ez mi? Azt kellett volna beszkenneljem. Mert ilyet még nem tudok csinálni. Csak így teszem újra a földre. Ilyen membránt még nem tudok csinálni viszont. Ezt összegyűjtjük. A vízből most nem válunk valami jól. Meg ezt is. De jól néz meg ki a hajó, hogy egyre nagyobb. Jajjaj. Most majdnem lezúgtam. Elvileg itt írja, hogy mennyi cucc van. Be lehet szkennelni. Meg itt vannak ugye a kutatások. Itt van jó, miket ugye kikutattam. Hát ugye ez a hajóhoz kellettek. Az a kérdés. Na most ez szépen megtelt. Megint. Az ugye ilyen egyeket ad hozzá, amikor esik az eső, tehát nem, olyan, nem valami sokat, de ugye az is több, mint a semmi. Tudunk ilyen héliumot is kutatni, de az kell két hélium, az azt hiszem, hogy volt még. Nem, nincs több héliumunk. Majd héliumot kell keresni. Aha. Ezt kell felejtettem kitenni. Ó.
Aha. Új technológia. Ezt is meg tudnánk csinálni, ezt a töltőt, ha lenne nálunk cucc. Hát, ami ez most lehet hozzáadjuk a cuccokat. Kell ezek az a circuit boardok, az plastik. Printing completed. Printing completed. Immunity is decreasing. Vulnerability to viruses rises. Research finalized. Ki tudunk inni, meg ide be tudjuk tenni a izét. Ezt a cuccot. És akkor ez termelni fog nekünk vizet. Oké, így meg. Na ez miért romlott meg? Elég gyorsan eltelik ez a 9 óra. Nem, majd egy kicsit mérgező volt, majd visszaszedjük az életünket mindjárt. Úgyhogy itt van valami kérdőjel, oda elmehetnénk. Csak elég bekajálunk most. Meg beiszunk. Meg pihenünk egyet. Na, közben az is megtelt. Kész lett a kaja. Így most már nem nagyon van gond, úgymond a kaja problémánkkal. Mert ennek 3 óra, úgyhogy ezt is megsőzzük. Ne romoljon már meg, mert nem muszáj. Tudnánk horgászni, de még van izé. Jó, menjünk el szerintem ide a kérdőjelhez, nézzük meg, hogy mi a kérdőjel közben. Ez a torony lesz, az úgy néz ki. Ouch. Oké. Elvileg tudunk beszkennelni új dolgokat. Ugye mindig, hogyha leszállunk egy ilyen helyen, ahol még vannak cuccok, akkor ugye ezeket be tudjuk szkennelni. Aha, és akkor megkaptuk a kést. Aha. Oké, valami vírust kaptunk el közül, hogy megettem ezt a izét.
Jó, úgy megettem a kaját, az orvosolta is egyből a problémát. Kis üzemanyag. Még egy kis üzemanyag. Még egy kis üzemanyag, nagyon jó. Itt jó sok minden lesz. És javító. Ezt le tudnánk bontani, és akkor lenne metálunk. Más talán nincs. Aha. Ez fájt egy picit. Kéne kraftoljunk még egy üres üveget. Legalább. Vissza kéne menni annak a tetejére, meg itt le kéne kraftolni az időt. A kést is. De szerintem azt előbb ki kell kutassuk. Aha. Polimer, aha. Biomasszából is tudunk üzemanyagot most már. Oké, és hogy tudunk polimert csinálni? Az itt most nincs. Polimer. Vizet nem hagyjuk itt, most már szinte sehol. És eléggé gatyán állunk vízügyileg. Ó, még esik az eső is, nagyon jó. Rend, ezt akkor nem fogom, nem tudom. Hogy kéne megoldani. Van-e még üres üvegünk? Nincs. Jó, akkor még egyet csinálunk. Nem gond. Printing completed. És akkor fullon vagyunk, mondhatni. Van üres üvegünk is elég. Ez még 11 óráig jó, ez a dinnye, ez 20. Jó lesz, srácok. Ez ki is kellene. De honnan szerzünk
polimeres izét, hogy ezt a szart, amit csinálni kell. Ott van bent amúgy a cucc. Nekünk kéne még. Az érdekes lesz. Ezt meg tudjuk főzni, azt látom. Ilyen polimert azt nem tudunk gyártani sehol se. Hát nem találtunk még olyan cuccot. Ugye ez kellene hozzá, és az meg ott van bent. Nem sérült sehol se a hajó. Talán nem. Ilyen dekorációból elég sok van, nem? Ez 25 kaját ad. Ez jó, ez kaját is, meg életet is tölt vissza. Ugye minden más, más az, ami más, más, más ad. Jó, hát nem tudom, hogy olyan lesz izénk. Úgyhogy szerintem menjünk is tovább. Biztos, hogy az a bogyó kellett volna pedig. Félig vagyunk üzemanyaggal. Szembeszelünk van. Oké, hogy ahhoz kés kell, ahhoz szerzem meg, barátom. Úgy, ott van, mondom, bent, ami még kéne. Ezeket kéne leszkenneljem, de... Hogy a játék magát olyan kö... Holó? Ó, azt hittem leesek valami lukon. Kicsit beparáztam. Thank you.
Nem tudom őket összerakni, az a baj. Melyik ad vizet? Ez kaját ad? Egyik se. Mindegy, így, és akkor visszavisszük a cuccot a hajóra. Hol a hajó? Ott a hajó. Üzemanyag is van nálunk egy kicsi. Üveg viszont nem sok van. Lehet, hogy az üveget ki kéne szedjük. Messze van. Ez így 45. Nem maradt itt pedig semmi sajnos. Ott is van olyan virág, de... Ugye ezt ki is kell, hogy szétvágjuk és be tudjunk menni. A motor sérült most. Jó, azért figyelni kell, hogy mi mikor sérül. A többi az rendben van, ezt azért így magamnál hagyom. Még egy víz kéne. Ha tudnánk egy fullos palackot nyomatni. Jó, most már azért kezdünk jól állni. Víz, kaja, van minden aránylag. Ups, 2 óra múlva megromlik. Ezt gyors megfőzzük. Kialusszuk magunkat. Van 10 óra. Egy nap. 14 óra. Akkor ezt megesszük. Ezt megesszük is, fullon vagyunk. Full egészségesek vagyunk. Nem tudom, hogy ezt a polimert ezt onnan fogom tudni szedni. Most nem szállunk fel. Ó, tudnánk még nyomatni.
még nagyobbá a ballont. Az igen. Látok semmit. Egész háromról ott van egy ilyen cucc. Elég komolyan meg... Jó van már. Ezért kell leszállva maradni. És szétvág minket a villámlás a viharban. Azt a mindenit! Oké. Nagyon aggódtam ezen, hogy ilyet csináljunk, de... Jajjaj. Hogy bepirosodott itt minden? Kifogyott az üzemanyag közben. Na ez meg szintetikus cucc kellene.
Melyik fém? Kéz mehet. Itt pedig ezt indítjuk el. Printing completed. Research finalized. Printing completed. Device damaged. Efficiency lowered. Szálljunk le, mert ebből baj lesz. A koppert nem hagyjuk itt. Pedig volt benne egy csomó kopper. A rézangyalát. Tele vagyunk, az a baj. Kéne valami doboz. Meg ilyen javító zselé is. Az plastik kell. Printing completed. Oké. Na. Elég sokat kell javítani ezen a hajón azért, amikor belevág a villám meg ilyenek. De hát ez van. A dobozka. Jöhet a réz, meg ezeket is kitesszük, ez még maradhat. Kaja lehet több. Na hát szépen haladunk amúgy, srácok, mindig előre-előre. Egyre ügyesebben. Nem, nem akarok még repülni.
vízünk van, kajánk van, tehát hogy úgymond minden, ami olyan, azt szerintem már összeszedtük. Ez is metál kell, ez ilyen kristály, ez hélium. Ezt is, hogyha beverjük, meg még iszunk rá egy vizet, akkor teljes mértékben fullon vagyunk. Ezt itt még gyors átnézem. Mit tudok szerezni? Rengeteg héliumot, azt már látom. Igen, hogy jutunk le oda? Létrán. Hé, itt már valaki járt? Kidobom ide, ezt biztos, hogy nem fogom elvinni. Csak a helyet foglalja, egy már van. Lettünk valami gazdagok. Oké, hát ezt is kifojtottuk. Fullra átnéztük szerintem. Ugye? Gyerünk föl. Elsőre pedig egy kicsit többnek nézett ki a hélium. Ah, az is sérült, ez a motor. Hát srácok, úgy látszik, hogy nem sikerült megoldani a problémát. Most már más játéknál is előfordul a AMD-nek az összeomlása. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és majd innen fogjuk folytatni. Addig is jók létek, Ali-Ali, sziasztok!